Magyarországon az évi daganatos megbetegedések száma körülbelül 60 ezer, bőrdaganatokkal együtt azonban már 80 ezer. Habár a rákos megbetegedések gyakorisága évről évre folyamatosan növekszik, ezzel párhuzamosan csökken a halálozási arány. A stúdióban vendégem beszélgetéssel kapcsolatban a témában dr. Erfán József, osztályvezető főorvosa József András Oktatókórház onkoradiológiájáról. Köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszöntök mindenkit. Igen, az adat igaz. Én most a megyei adatot fogom mondani, mert abban vagyunk biztosak. Megyünk be 100 ezer lakosra, ugye Szabolcs-ot már kb. 580 ezer lakosú. Évente kb. 600 új daganatos beteg van. Ezt kell 6-tal megszorozni. Ez a morbiditás, tehát a megbetegedés. Van ennek a halálozása, ez most 300 alatt van. A különbség az 300 beteg per 100 ezer lakos, ezt hívjuk prevalenciának. Tehát azaz, a daganattal együtt élők, persze ebben van az is, akinek van aktív daganata, van olyan is, akinek 15 éve volt daganata, tehát nagyon széles a szólás. Ha azt nézzük, ez 2014-es adat, ha azt nézzük, hogy van-e fejlődés vagy nem, körülbelül ugyan 2004-est fogok mondani, akkor körülbelül olyan 500 valamennyi volt a kialakult új betegség, és 400 körüli volt a halálozás. Tehát ha így veszük, akkor a halálozás 100-al csökkent 10 év alatt. Tehát van fejlődés, csak mint mindenkinek, természetesen ez még nem elég. Tehát hogyha tavaly beszélgetnénk most ebben a témában, akkor valami hasonló beszélgetés zajlana. Persze, hát itt nem egy éveket kell figyelembe venni. Én lassan 35 éve vagyok a pályán. És hogy belegondolok, hogy milyen lehetőségeink álltak rendelkezésre 35, amikor kezdtem a pályámat. És mik állnak most, és körülbelül pontosan tudom, hogy nagyjából hol lesz a folyamat, körülbelül 15-20 év múlva, akkor iszonyú nagy a fejlődés. Csak itt mindig tudomásról kell venni azt, hogy mit nevezünk gyógyulásnak? Mikor mondjuk ki, hogy meggyógyultam? Ha belegondolunk, mi nagyon kevés betegséget tudunk meggyógyítani a szónak abban az értelmében, hogy nem leszünk betegek. Például egy cukorbetegséget nem tudunk meggyógyítani, de tudunk biztosítani, persze a beteg nagyon-nagyon szoros együttműködésével, egy teljes életminőséget. Na most ugyanez van ma nagyon sok daganatos betegnél. Például, amikor kezdtem a pályámat, akkor az emlődaganatos betegeknél, akinek csont áttétet állapítottak meg, akkor az átlag túlélése olyan egy év volt. Ma 10 fölött van. Nem mindenkinél természetesen. Az univerzális csodagyógyszer sose fog megjelenni, hanem nagyon sok kezelési lehetőségek vannak. Ahogy nincs két egyforma ember, két egyforma daganat sincsen. Ezt nevezik a genetikai, tehát amikor mi most már nem is egyénre szabott kezelésről beszélünk, hanem úgynevezett precíziózus kezelésről, azaz kiveszük a daganatot, nem csak azt nézik meg, hogy a szövetlenül rossz indulóta vagy nem, hanem milyen genetikai kombinációkval rendelkezik, azaz azt is megnézik, hogy vajon milyen gyógyszerre vagy gyógyszer kombináció lesz rá hatékony. És ezt valójában nem is csak egyszer kéne megcsinálni, hiszen ha elérek egy sikert, és ha tudom féken tartani a daganatot, előbb-utóbb a daganat képes változtatni, képes mutálni, képes változtatni magát, tehát azaz más genetikai kóddal fog rendelkezni, akkor viszont azt kell lesz kezelnem. Tehát, de ugyanakkor meg évek fognak eltelni. Tehát azaz teljes életet fog élni. És mondjuk egy gyereknek nem mindegy, hogy 4, 14 vagy 24 éves korában vesztél az anyát. Éppen ugye túl vagyunk októberen, ami minden esztendőben a mellrák elleni küzdelemnek a hónapja, és országosan és számtalan módját választják annak a szakemberek, hogy felhívják a hölgyek, és hát az urak figyelmét is arra, hogy a szűrővizsgálatokon, amelyek ingyenesek, vegyenek részt. És ugye ezt minél fiatalabb korban tudatosítani kell a felnövekvő generációban, hogy már
már úgy nőjenek fel, hogy tudják, hogy ezt mindenképpen érdemes megcsinálni, mert ha van is betegség, ugye nem mindegy, hogy önök ezt mikor diagnosztizálják, mikor veszik észre, melyik hát, stádiumban. Például emlőráknak az első stádium az 1 éves túlélése, az 5 éves túlélése, az majdnem 100%. A kettesé már csak 80, a hármasé már csak 70, a négyesé 50%. Míg az egyesé még a 10 éves túlélés is 90 fölött van, és sokszor egy és egy három stádium között mondjuk legfeljebb 8-10 hónap van. Tehát nem mindegy, hogy ugyanazt a betegséget mikor állapítjuk meg, és az sem mindegy, hogy milyen kezelést kell adni a betegnek. Tehát magyarul a kezelés mennyire viseli meg, mennyire veszi ki őt a hétköznapból, mennyire változtatja meg a család életét. Egy egyes stádiumban, nem azt mondom, hogy nem kell agresszív kezelés, mert ez egy másik tévszám, mert hogyha pontosan az onko, tehát a genetikai vizsgálatok azt hozzák ki, hogy kell, akkor meg kell adni. De nyilván, hogy egyes stádiumban sokkal kevésbé drasztikus és hosszantartó kezelésekre van szükség, mint egy hármas, négyes stádiumban. Az előbb az úr, aki beszélt a turisztikáról, egy zseniális ötlete volt, csak úgy ültem és gondolkoztam, a mondata, hogy ami nincs a okostelefonban, az nem létezik a fiatalok számára. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk is el kéne gondolkozni ilyen különböző applikációk szintjén, hogy felhívni a figyelmet, ez amikor a reklámok felugranak a számítógépeknél, amikor az ember kell, akar, nem akar, hogy igen, figyelmeztetni arra, hogy el kell menni a szűrésre. Nem kell félni a betegségtől. Az, hogy a szűrések megvannak, de például még Szabolcs-Szatmárban, ami az egyik országosan a legjobb szűrési adatokkal rendelkezik országosan, ez olyan 45%. Hol van 55%? Pedig pont ennél a betegség megbetegedésnél még külön levelet is kapnak, ugye, pontosan. A hölgyek egy bizonyos ez kor fölött. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, a szociológusok tömkelege foglalkozik ezzel, hogy miért nem mennek el félelem a betegségtől, az egzisztenciális félelmek, fogok-e tudni dolgozni, strucc politikat semmit nem nyer, mert ha már kialakult a betegség, akkor azzal, hogy még 1 évet vagy 2 elhúz, mit nyert? Az, hogy sokkal drágább és sokkal olcsóbb, és sokkal drágább és sokkal agresszívabb, és sokkal megterhelőbb kezelést kell lesz neki adni, de hát emberből vagyunk. Tehát az esélyek pedig csökkennek természetesen. Ön mégis hogyan tudná megfogalmazni a kedves nézők számára, akik eddig elhesegették a gondolatát is, hogy részt vegyenek ilyen szűrővizsgálatokon, és most nem csak a merák megbetegedésére gondolok, hiszen az országosan létrehozott egészségfejlesztési irodák várják a szűrővizsgálatokra a lakosságot, ingyenes vizsgálatokra, és egy-egy beszélgetés, egy-egy állapotfelmérés kapcsán tovább tudják őket irányítani, hogyha valamit vélnek felfedezni. Komplex szűrésről nem lehet beszélni, tehát, mert többféle lehet. De itt van például a méhnyakrák szűrés. Civilizált államban ma már nem szabadna meghalni méhnyakrákba. Hiszen egy könnyen felfedezhető, elérhető vizsgálat, nem drága vizsgálat, csak el kell menni nőgyógyászhoz. Aki nem megy el, akkor az ember megkérdezi, és mikor volt utoljára a nőgyógyászon, hát amikor a fiam született, hány éves a fia, 22. Pontosan, tehát magyarul szerencséje volt, mert nem volt 22 év alatt semmi, de lehetett volna. És azt szoktuk mondani, hogy amikor már panasz van, akkor általában már a daganat is olyan előre aladott. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ajtóból megmondom, mi baja van a betegnek, nem én vagyok ilyen okos, olyan előre haladott a betegség, akkor általában már segítség sincsen. Férfiaknál a prostatához el lehet menni, tehát a prostataszűréshez, urológushoz, és ha nem is szűrésre, de vizsgálatra el lehet menni. Azt hiszem, kell venni egy mély levegőt, rá kell szállni magunknak, azt szoktuk mondani, hogy arra nincs idő, amire nem akarunk szállni. Ön is volt ilyen szűrővizsgálatom, biztos. 50-es lettem, akkor én is megajándékoztam magam egy PSR-t. Főorvosok, köszönöm szépen, hogy ismét adott tájékoztatást.